A kengyeli polgármesteri hivatalban szakadozott papír hirdeti a polgármesteri fogadóórát, de a tisztség betöltetlen. Nagy Szilárdot tavaly október 28-ai ítéletében a szolnoki járásbíróság sikkasztás büntette miatt egy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte. A végrehajtást 3 évre felfüggesztette. A képviselőtestület november 12-i ülésén megfosztotta tisztségétől a polgármestert. Az önkormányzati törvényre hivatkoztunk, amely kimondja, hogy ha a képviselőt elítélik szándékos bűncselekményért, és arról van egy bíróság ítélet, akkor méltatlanná válik a tisztségére. Ennek alapján mi lefolytattuk a méltatlansági eljárást, mind a 6 képviselő egyetértett ezzel a javaslattal. Ezért mi kimondtuk, hogy Nagy Szilárd nem alkalmas a polgármesteri tisztségre. A polgármester a szolnoki munkaügyi bíróságon támadta meg a döntést, kérelmét azonban elutasították, így január 8-ával megbízatása megszűnt. A nyílt ülésre azért érkezett a szokottnál jóval több falubeli, mert kíváncsi a fejleményekre. A konkrét hangulat az, hogy itt nyilvánvaló eltűntek pénzek ide-oda-amoda, teljesen mindegy, hogy hova, most erre nem tudok ítélni, mert nincs rá bizonyítéka. Akinek még van rá bizonyítéka, azok még nem beszélnek. Vagy legalábbis mi előttünk nem beszélnek, hogy emberek, itt a községben ez van, ez történt, ez az ember a felelősséte, csak itt mutogat mindenki mindenkire. A tisztségétől 2 hete megfosztott polgármester nem jelent meg a nyílt ülésen, a Szolnok Televíziónak is egy másik településen nyilatkozott. Van egy 4 éves kisfiam, tehát tekintettel kell lennem arra, hogy lehetőség szerint most már a családot legalább ne bántsák. Amíg nincs polgármester, az alpolgármester látja el a polgármester feladatait, így a testületi ülést is ő vezeti. Annyit szeretnék elmondani, hogy ez nyilvános ülés, de nem közmeghallgatás. Nagy Szilárd az ügyészséggel kötött egyességben beismerte bűnösségét, ezzel lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. Az ilyen megegyezést az angolszász jog vádalkunak nevezi. A falu úgy veszem észre, hogy nagyon megosztott, de talán még mindig többen vannak azok, akik szomjaznak az igazságra, hogy végre egyszer elmondhassam azt, amit az ügyészséggel kötött egyessége miatt nem mondhattam el, mert azok az információk jelentősen befolyásolnák a közvéleményt. Az október 13-ai választáson 5 polgármesterjelölt indult Kengyelen, Nagy Szilárd 39,6%-kal 536 szavazattal nyerte meg a voksolást. Azt viszont megteheti, hogy újra indulhat. Indul is. És valószínű, hogy indul is. És mi a polgármester úr mellett vagyunk, mert ezek között a testületi tagok között is van olyan ember, akinek hát nem nincs olyan háttere, mint a polgármesternek, de van közük ahhoz, hogy ami történt a faluban. A helyi választási bizottság döntése értelmében Kengyelen április 5-én lesz az időközi polgármester választás.